meggyűrűztek. Bödőcs Tibor műsora. Szerkesztő műsorvezető Sinkó Péter. Kedves hallgatók, kedves jelenlevők, kedves búcsú Szent Lászlóiak! Talán kissé fellengzősnek hangzik a mai idézőjelben mondva kortárs humor legnagyobb ünnepére jöttünk össze, amikor a karinti gyűrűt átadjuk Bödöcs Tibornak. Ezt a jelzőt, hogy kortárs, csak a mai magas irodalomra szoktuk használni. Általában a megtiszteltetéstől félájult riporter kislányok szokták ezzel illetni azokat az írókat, akiknek legalább 4 könyvük már egy évnél is tovább ott maradt eladhatatlanul a könyvesboltok polcain. Egy ilyen tévéműsorban egyébként néhány hete szó is esett a karinti gyűrűről, és a moderátor azt találta mondani, hogy milyen érdekes, hogy a karinti gyűrűt még nem kapta meg Karinti Frigyes. Ez tényleg érdekes kitételnek tűnik, tovább gondolásra érdemes, hiszen a Kossuth díjat sem kapta meg Kossuth Lajos. Bezzeg Pióker Ignác újpesti marós, aki 1951-ben Kossuth díjat kapott, mint stahanovista, mert elsőként teljesítette 200%-ra a tervet. Karinti ügyben egyébként igyekezte helyrehozni a hibáját a rádió, és 1987-ben azért megkapta Karinti Ferenc író is a Karinti gyűrűt. És akkor néhány szót engedjetek meg, hogy szóljak magáról a díjról. 1975-ben alapította a rádió elnöksége, és a kiírásban az szerepel, hogy a rádió kabaréban nyújtott éves munkájáért adja át a rádió elnöke. Tehát éves munka, búcsúzunk tőled, Bödöcs Tibor. Az említett Karinti Ferencen kívül még olvasható az illusztris névsorban Hofi Géza, Moldova György, Tabi László, Marton Frigyes és szerkesztőtársai Szilágyi Kaposi Farkasházi, a színészek előadók közül Markos Nádas, Bonz Géza, Bandó, Déri János, Kern, Gálvölgyi, Koltai Róbert, Fábri Sándor, és nem utolsó sorban Sándor György. És persze az előadókhoz az utóbbi időkben csatlakoztak az úgynevezett stand-uposok is, Litkai Gergely, Kovács András Péter, Kőhalmi Zoltán, és hát most Bödöcs Tibor. A rádió hallgatóknak mondom, hogy a rádió márvány termében most itt ül egész búcsú Szent László. Kora hajnalban indultak buszokkal, hogy a falu nagy szülöttjének, a kortárs magyar humor legkiválóbbjának kitüntetésén jelen lehessenek. Nénik jöttek tepsikkel, bácsik demizsonokkal. Közülük sokakat ismerhet már a hallgató, hiszen Tibor a számaiban többnyire róluk beszél. A következőben az ünnepeltnek is, a jelenlevőknek is, és persze elsősorban a rádióhallgató kedvéért meglepetésként készítettünk néhány rövid mondást, hogy kikről is van szó. Hallgassuk meg először. Búcsú Szent László, honnét érkeztem, mert az ember ne felejtse el, honnét jött. Bár nem az a lényeg, honnét jött, hanem hogy mit iszol. Azt szokták mondani. Szent László, úgy kezdődik a nap, megisznak egy deci pálinkát. Van egy deci pálinkát már reggel, miért? Olyan soma volt megkötőnöm egy deci pálinkát, azt hittem reggel. Utána megisznak 4 liter bort. Mondom, miért? Hát semmi savam nem volt már. Senki nem indi jön egyébként a kocsmába, mindig van ilyen fedő tevékenység, hogy miért jönnek le. Csak azért jöttem, mert akartam beszélni a Jóskával, mondta, hogy le lesz délután. Azért jöttem le délelőtt, nehogy elkerüljük egymást, mert mondta, hogy lejövök. És Bandi bácsi, egy műszaki érdeklődésű ember, jelenleg 18 szokor rádióval hallgat minket. Fáziszeruzában végződik a keze, amper folyik az erejében, és azt mondta, hogy nem az a kérdés, vannak-e földön kívüliek meg csészealjak, van-e hozzá kapcsolási rajz? Erről belenézne! Mindig jön le a maszkó melegítős Szókratész, áj! Mi az idő? A Bandi bácsi záróra, nem! Mi az idő? A tér negyedik dimenziója, szerintem a történelem az egy nagy spirál! Minden újra megismétlődik. Tibikének még egy sört. Bandi bácsi vett egy Trabantot 3890 forintért, mert annyi benzin volt benne. És jött át hozzák délelőtt gyalog.
Vajon a bandi már hogy nem Trabanttal? Hát tudod, siettem. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok! Apának így megszik a fákat is, meg kell a pálinkába. Reggel 7-kor megérkezik Jenő a böllér. Muslinca Glória. Van a Bermuda nadrág, van ez a testalkat, aki mindig lecsúszik egy kicsit. Itt van ez a fenékvágad, vagy far Grand Canyon, nem tudom, hogy anatómiailag hogy kell mondani. Hawaiing megkötve hason, ezerféle színű Hawaiing, olyan, hogyha elmenne benne a Rióba a karnevára, ne feltűnösködjél, ez már túlzás, tényleg nem kéne. És elkezdenek metszeni, 11-ig nincs náluk metszóló, de már reggel 9-kor Zorba táncot járnak az udvar közepén. Az arányokról nem esik szó, de annyira gondterheltek, mint egy NASA projekten dolgoznának. Megcsípjük, nem kell. Megcsípjük, Tibet, viszont megcsípjük. Karatekölyök. Megcsípjük, ne. És a végén ekkora kis körtefák maradnak, amit már zsebben haza lehetne vinni. Úgy néz ki az udvar, mint egy terepasztal. Mindent lenyírnak. Jenő elterül, mint Alföldön a furulyasszó. Kérdőre mondjuk, hát Jenő, mit csináltál? TV, bonsai. Így jött a birkanyíró ember is. Ugye Ferusnak van a legendás Elvira nevű macskája, ami hetente 3-szor kölykezik. De azt mondták neki, hogy kandúr. És nem kandúr, jóval lakva. És most már azt mondta, hogy úgy kölykezik most már ez Elvira, hogy úgy jönnek belőle a kismacskák, mint a popcorn. Edison és Newton, tehén szar az úton! De V egyenlő espertével megdobállak vadkörté. S a lányok diszonozzák. Fénysebesség, fénysebesség. A másnaposság népbeteg. Na, csak a gúglós kusét azt mondtam. Úgy hívják, hogy Kaszapista, 42 kilóval született. Disznóvágás a csengő hangja. És a hálószobában nem éjjeli szekrény van, hanem 2-70 literes lehelhűtő. Minden eset. Elkezdett 40 éve egy reggelit, és néha megszakítja egy-egy ebéddel. És kérdeztem tőle, hogy hogy ismerkedett meg feleségével Magdi valaki, szintén 4-5 lakodalmat mindig izzásba tart a keze alatt. Hát nem a fogyókúratlan folyamon találkoztak. Leglényegesebb elemet kiemelte a sztoriból Pista. Még a piros jáván volt meg. És itt következett másfél óra jáváról, hogy ó, gyönyörű volt. Ja, Magdi nénét fölkértem táncolni a bálba. Simogatom, tarja, karaj, dagadó. Meg kellett zabálni. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok! Hát ők a búcsú Szent Lászlóiak, én azt hiszem megérdemelnek egy tapsot most is mindjárt. Mostanában sokat elemzik Hoffi Géza humorát. Amikor kezdte a pályáját, akkor ő is sokáig a katonatársaival, a porcelánfestő melósokkal, színésztársakkal kapcsolatos történeteit mondta. Ezek a számai, egyébként meg annyi stand-up, a mai napig a legsikeresebb felvételei közé tartoznak. Annak idején a Kabaré csütörtökben készítettünk egy statisztikát, Hoffi krumpli virágosa vitte a pálmát a kívánságok között. A porcelánfestő, katonatársak, színész kollégák után persze jött a politika. Olyan kort élünk, hogy akkor is, és ma is, sajnos, ez érdekli a legjobban az embereket. Anélkül, hogy Bödöcsöt Hoffihoz hasonlítanám, bár szerintem miért ne, hiszen ha meg akarjuk ismerni, ezek az úgynevezett közéleti poénok is hozzátartoznak a róla rajzolt képhez, a mi Tiborunkról is megrajzolható egyfajta világnézet. Egyébként halkan mondom, ez a mai stand-upos társaság egyetlen, de talán a legnagyobb hibája az,
hogy tisztelet a kivételnek, nem nagyon következtethető ki a számaikból, részükről bármiféle világnézet. Bödöcs közéleti poénjaiból is készítettünk egy montást, talán rövidebb lesz, de hallgassuk meg azt is. 8 éve itt állomásozom Budapesten ideglenesen, ahol olimpiát akarnak rendezni, mindig most nem beszélnek erről, de fel szokott merülni néha, hogy kéne olimpiát rendezni, ahol legjobb állapotban akvinkum van. A 4-es metró gödrök, amiket nem tudom, hogy miért építettek, szerintem már ismeretterjesztő filmek fognak születni róla, hogy miért ástek ezeket a gödröket? A napi egyenlőséggel van kapcsolatban, vagy a druidák ásták, vagy a Stonehenge-el van valami különös viszonyban, vagy Demszki temetkezési helye, valószínűleg az lesz. Nem tudjuk. Az is lehet, hogy a korrupció emlékhelye is. Szóval minden éjszaka meggyújtanak egy aktatáska közpénzt, és így körbálja a közgyűlés. És van ez a kardinális probléma, a kutyaszar kérdés, amire egy részmegoldásnak érzem, hogy péntek szombaton ráhánynak a fiatalok. Szétcsapassa, nem arról van szó, de nem az igazi. És hogy milyen szép, hogy mikor kertészségben Nobel-díjas lett, akkor Kertész Ákos összes könyve elfogyott. És már a kertészeti könyvek is egy kicsit jobban mentek. És Bálint gazda nem értette az érdeklődést. Hát az ablakba, hát hogy jött a dug, hogy már teleltett, és harc a krumpi bogár ellen kicsit jobban ment. Ja. És a tárgyalás az volt a legszebb. Ült egymástól 100 méterre két irodába egy Görbe János, meg egy Szirtes Ádám. Nem. Jöjjön ki, akkor bemegyünk a kijünk, lejön. Hogyha fölmegyünk, akkor majd bemegyünk a kijünek. Már unió, pénzek, hát már, hogy majd kimegyünk. És jöttek a gazdák, hogy miért jöttek? Tárgyalni. És tárgyalnak? Nem. Kára és Kamilla esküvőjét látták? Adams Family. Csengetett Milord. Jaj, állítólag vacsora nem is volt, mert hát kinek lett volna étvágya. Kamilla. Nem. Hol találkozhattak ezek a Kamillával? Vizes pólóverseny volt Loch Ness-be? Van most ez az új totemállat a csodaszarvas után, Overdose, aki a leghitelesebb közszereplő, mert még nem írt receptkönyvet, hogy a 100 legjobb szénakazal, ahogy én szeretem, meg Galop Aerobic DVD-t sem adott ki. Na most ő lesz befestve fehérre, és azon fog bevonulni Orbán Viktor a Bartók Béla út felől. Egyébként eljátszották a himnuszt Overdose-nak, angol ír, telivér. Annyit értett belőle, mint a Bajnai az Internacionáléból, ilyen idegen szavakkal volt tele, éhes, proletár, ugye, de énekelte volna a Bajnai. Mert nem lett semmi ebből az adókalkulátorból sem, ugye mondták, hogy ingatlan adó lesz, aztán valaki beírta az adókalkulátorba, hogy 1000 négyzetméter rózsadomb, 25 év, és megijedte. Mert én vártam, hogy átalakul az APEC kaszinóvá, lesz adókalkulátor, áfa flipper, itt az EVA, hol az EVA, lője magának adókedvezmény, meg az adómanóról már ugye volt szó, hát szerintem az annyi, hogy gyerekek megtudják, hogy milyen lesz a felnőtt élet, hogy oda megy hozzá az adómanó, ilyen kis tolvaj manókkal, nem tudom, látták, úgy néz ki, mint egy kis tolvaj, csak törpe, és oda megy a gyerekekhez az óvodába, és a Túró Rudi 52%-át lett őket. Készül az életre kis káó. És hát volt ez a Zidane affér, hogy mit mondhatott azóta is lüktető, hát nem tudtuk megfejteni, mit mondott Materazzi Zidannak, hogy így ennyire. Hát szitta az anyját egyébként, de ezt lenyelte a Zidane, mert profi. Szitta a nővérét, húgát, hát ez ki ezen a szinten már kikép, és nem bírta a Materazzi, mondta, hogy úgy játszol, mint egy magyar. Kérjél Istentek a többféle összeesküvés elmélet van, hogy működik a magyar közélet, mert új pagány tendenciák vannak, mindenbe hiszünk. Szerintem én négyet vázolnék fel, hogy működik a magyar közélet. Vagy az van, hogy Budázi Györgyöt az MSZP találta ki, és román véren kokárdán nevelték fel a kazamatákban, néha így kiengedik, hogy
provokáljon, vagy Budázi György nevelte fel Lendvai Ildikót. Spiden, Marxon és Szegfűn. Vagy Izrael pénzeli a Fidesz, hogy pénzelje az MSZP-t, hogy pénzelje a Torockait, aki a New Yorki szabadkoműves páholy irányít, ürgebőrbe vart békeemberek, adják át neki a H1N1-be ültetett csippeket egy csőszkunyhóba Tisza Eszláron. Elviszél. Vagy mi pénzeljük az összes gyökeret, ezt tudom még elkezdeni. Az a baj, hogy nem érzem, nem tudok függetlenül tájékozódni, tehát talán csak a Buci Maci magazin független. Az sem mindig, van egy gyenge szám. És múltkor bementem újságárushoz, vettem egy magyar narancsot, egy magyar fórumot, egy magyar nemzetet, meg egy népszabadságot. És újságárus nem tudta, hogy kell elköszönni. Levettem egy magyar horgászt, egy jó fogást, és ezzel egy... Köszönöm szépen, boldog új évet és jó fogás, vagy nem. De még azért Bödös sportéjához egyetlen egy, de tényleg rövidebb bejátszás még majd engedjetek meg. Ha már az imént Hofiról beszéltünk, egy valami sohasem fordult elő Hofinál, sohasem beszélt a családjáról. Tabu volt. A közvélemény talán egyedül anyósát ismerhette meg néhány poén kedvéért, de például haláláig szinte azt se tudtuk, hogy van-e felesége. Nekem személy szerint viszont nagy örömet okoz az, hogy Bödöcs mindig mennyi szeretettel beszélt a saját családjáról. Sokszor éri a kabarét az a vád, hogy nagyon városi. Hogy itt a poénok vagy az elviselhetetlen feleségek, a sárkány anyósok vagy a tiszteletlen gyerekek körül forognak, ha a családról van szó. Az utóbbi időben a rádió kabaréban, hála az erdélyi kommandónak és elsősorban Bödöcsnek, teret kapott a jó értelemben vett vidék humora, amihez hozzátartozik a családról való másfajta beszéd. Nekem a ritka beszédű nagypapa, akinek két mondata között rendeznek olimpiát, vagy a zsigerileg gyors tűzoltó rokon, mindig emlékezetes marad Bödöcs számaiból. Most ezekből is hallgassunk meg egy rövidebb mondatot. Szakmai jártra, mint a nagybátyám ő tűzoltó, és éjjel megszorol a telefon, akkor lecsúszik az ereszen. Disznóvágáson volt egyszer olyan, hogy feldolgozták minden négy csonkát. Az is mindig nagy kérdés, hogy hány csonkát hagyunk. És így feldolgozták minden négyet, és egymáson kerestek. Ugye van a Jenő, akiből a buthára vissza magát bebábozódik, a pörzsöléstől már kényszerpályán mozog, és így kerestek egy, és így... Gyerek, ahova tetszétek? Én nem tudom. Ti tudjátok, gyereke? Nem az én malacom, érted? És akkor végén vettünk a Tesco-ba három csonkát. A magyar filmművészet 60 éves költségvetéséből készült el az Avatar. Nagyon jó lett, barátnőmmel néztük, és most elvesztem a közönség felét, hogy van barátnőm, de hát... Minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki jól járt. Hatvan perces az Avatar, nem a női húgyhólyagra van kitalálva. A barátnőm a 100. percben elkezdett mantrázni, hogy pisilom kell, pisilom kell. Hát mondom, ne menj el a fa mögé. Adagolom a barátnőmet. Barátnő van, hogy coming out-olok. Pesti lány, és hazavittem a fényképét. Apám így nézi, már látszott a fényképen is, apám így nézi, kettős pont, ezt se fog kapálni. Nem mondott róla. Úgyhogy nehéz szabadulni Szent Lászlótól. Voltak fel anyám még Pesten, Krokodil Dandi Budapesten, egy Indiana Deák téren. Hát beszólt volna egy BKV ellenőr, előveszi a böllérkést, az biztos. Menéztek a Godó kávéházba, 70 perc volt csak a ráadás. Köszönöm, na, anyámat, na, milyen voltam? Kócos. És hát megnézték lakhelyemet, ahol van a főcint 2, van egy ilyen kis zöld terület Ikeban az ablak alatt, és apám így megállt az ablakban, mint Ábel faterja kb. És hogy mindenhol hurcoljuk magunkkal ezt a szentlászói észjárás, hogy áll a fater, azt mondja, Tibike, sztek a szálod. Köszönöm szépen a figyelmet, bué! És mondok egy lírai férfinő Ádám Éva történetet is. Nagymamám beteg volt. Feladom a feszültséget, jobban van.
És be kell vinni nagyapámat látogatóvá, ő ritkán mozdul ki szintén, és ritkán is szólal meg. Tehát van úgy, hogy két mondat között rendeznek olimpiát is. Hát apámék boldog út Urfi korát egy mondattal jellemezte, ő már jött vissza reggel 6-kor találkoztak a konyhaküszöbön, ő jött vissza a disznóktól, a moslékos vödörrel, azok jöttek haza a bából. Meglátta őket, olyanok vagytok, mint a vaddisznók. Nappal alszik, éjjel csörtet. Felkészítettük a kórházi látogatásra, rituális lábmosás, tarkoborotfálás, orszőre rámentünk flexel, fülszőre meccsológan, minden. Visszük be. Áll az ágy szélén. Bombon, kalap, banán, kórházi szett. Nagyanyám akkor ébredt fel az altatásból, még folyt az infúzió, csipogott az EKG, meglátja a nagyapámat, az örök nő, altatás utáni első gondolata. Hát csak ezt az inget találtad. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor most a kortársak. Talán azt, hogy az utóbbi esztendőkben a rádió kabaréban, ha nem is korszak, de minden esetre korosztályváltás történt, senki sem tagadhatja. Ez persze nem mindenkinek öröm, én most nem a mostanában talán kevesebbet szereplő szerzőkről, előadókról beszélek. Ez a korosztályváltás az 1998-as humorfesztiválunkkal történt. Itt jelentkezett először Tóth Tibor, a Bagina Csapáros, Varga Ferenc József, Kövesdi Miklós, és nem utolsó sorban azóta szintén Karinti, Gyűrűs, Litkai Gergely és Kőhalmi Zoltán. Gyere Zolt! Én a Kőhalmi Zoltán vagyok ezek közül. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szerettel, mint a tavalyi díjazott szólok most mindenkihez és Tiborhoz, és mint a tavalyi díjazott mindenkit meg kell nyugtatnom, hogy ez nem egy vándorgyűrű, tehát aki aggódott volna, nem adom oda az enyémet, nem lennék ilyen önfett, hogyha oda kellene adnom, és hát Tibor engedélyével kihasználom az alkalmat, hogy így pótlólagosan megköszönjem a feleségemnek is, akit kifelejtettem a felsorolásból, tehát köszönöm a feleségemnek is. Ezt majd Kerekes Bandi utólag odavágja az archívumba. Köszönöm szépen, és most megkezdeném a Tibor méltatását. Kedves egybegyűltek, hallgatók, elnök úr, Búcsú Szent László népe, köztük azon kevesek is, akik otthon maradtak, Guszti kutya. Tibor dicsérni könnyű, mert Tibort van miért szeretni. Szeretjük az örök vendéglátót, aki a falusi turizmust a csoportos étkeztetéssel, tömeges étkeztetéssel kombinálja, és az évente megrendezett humorbusztok találkozón nem csak a magyar humorért, de egyesével magukért a humoristákért is sokat tett. Szeretjük, hogy mindig mindenhol humorista, hogy mindig ötletel, mindig agyal, ahogy Jimi Hendrix sem a koncerteken, csak a koncerteken gitározott, hanem végig a turnébuszban is a nyakában lógott a hangszer, több helyen ezért nem tudott leszállni állítólag. Tibor a hrábáli életérzést már az anyatejjel, vagy a zalai dombok fölött terjengő cefreszaggal szívta magába, melynek azóta is nagy csodálója, már az életérzésnek csodálója és gondos ápolója. Ez egyfajta honvágy motivumként fut végig egész költészetén, és egy ponton Hrábál a gyerekszobába találkozott Cseh Tamással, a Monty Pythonnal és Tarantinoval, és ez az elegy egyszer berobbant, és utána színpadra kívánkozott. Tibort 2004 áprilisában ismertem meg, akkor még nem sejtettem, hogy mi Karinti Gyűrűs humoristák vagyunk. Amikor először találkoztunk, egy szürke zakóban lépett föl, mert úgy érezte, hogy a fővárosi fellépésekre ezt mindenképpen viselnie kell. A műsor után az Akvárium névre keresztelt üvegezett talponállóban, ahol ugyanezen zakó miatt majdnem megvertek bennünket, csillogó szemmel kért tőlem szakmai tanácsokat, a szürke zakóról már sikerült lebeszélnem, a trágár szavakról még nem. Tibor mindenre gyorsan reagál, mindenféle közönséggel megtalálja a hangot, friss és sűrű, a politikai humor útvesztőjének minden zsákutcáját kikerüli, a paródiái tökéletesek, a falubeliekre hang alapján, sőt csuklás alapján is rá lehet ismerni, de ami a lényeg, hogy a humor izzadó szakmunkásai között remekel egy virtuóz művész is. Szeretjük Tibor kétszavas, sőt egyszavas poénjait, fölösleg nélküli szikásságával gyakorlatilag a humor Pilinszkije, ahogy egyszer egy néző fogalmazott, rögtön belevágja az ember fejébe a baltát. Ez neki volt pozitívum, de mindenképpen érdekes kritika. Pont ettől van, hogy a poénok jól megjegyezhetők és jól mondhatók is, és pont ettől van, hogy mondják is mások is. No, nem csak más humoristák, hanem hát a nézők is. A néző, hogyha hazamegy és megkérdezik, hogy mit látott, fel tudja idézni és tovább tud nevettetni. Mert ugye mit mond a néző, hogyha megnézi az én egyik előadásomat?
Életemben nem röhögtem, ennyit szétvertem a berendezést, majdnem bevizeltem és megfulladtam, de aztán, hogyha megkérdezik, hogy mit hallott, nem tudja fölidézni, de az, hogy muslinca glória, meg hogy valakinek disznőr és a csengő hangja az mindenképpen megmarad. Tiborra sok közös van bennünk, bár nem vagyok zalai, és nem jártam magyar szakra, nincs karikás ostorom, de volt úttörő nyakkendőm. Nagyon sok minden összeküdt bennünket, hát egyrészt a küzdelmes évek után szerzett diplomáink, a kegyelmet nem ismerő ízlésrendőrség, ahova önkéntesen bejelentkeztünk, és karhatalmistai vagyunk, Tibor albérlete egy halott nő garázsában, amiről én világosítottam föl, hogy nincs ablaka, az ezernyi fellépés, a fellépés utáni italozások, és a másnap délelőtti teázások, amiket azért iktattunk, hogy legyenek egymásról emlékeink. A New Advesta Hungary Kft., ahol együtt számláztunk és visszaigényeltünk, aminek fontos tevékenységi körei voltak a reklámfilmkészítés, művészeti tevékenység és vasútkarbantartás. Itt dolgoztunk, valamint a prágai kirándulás, ahol csak az aranytigrisig jutottunk el, mert a Károhidat már láttuk. Kollégáknál mindig igyekszem külön választani az embert és a munkásságot, hogy ugye azokkal is jó viszonyban legyek, akiken egyébként nem tudnék nevetni. Tiborral ezt nem kell szétválasztani. Büszkén mondhatom, hogy nem csak jó barátok vagyunk, hanem egymás rajongói is. Ezt csak annyi árnyékolja be, hogy Tibor menyasszonya is kőhalmi rajongó. Az én feleségem viszont mindig is Badárt szerette. Reménykedünk benne, hogy a Badár Magdi a vödös rajongó, és akkor így valahogy ki lesz egyenítve. Most vannak idősebb humoristák, akik megkérdezték tőlünk, hogy hogy lehet, hogy milyen jóban vagyunk, és nem vagyunk irigyek egymásra. Nagyon egyszerű a válasz, mi majd azokra a humoristákra leszünk irigyek, akiket még nem is ismerünk, és akik most a környezet ismert házi feladat megoldása helyett hallgatnak bennünket, és amikor majd fiatal humoristák lesznek, akik nem irigyek egymásra, akkor fogják észrevenni, hogy milyen irigyvén emberek lettünk. De hát vannak kivételek, egyrészt ugye Sándor György itt ül, másrészt azért vannak fiatal humoristák is, akik már irigyek Tiborra, de egy korinti gyűrűs humoristára lehet is. És hát Tibor, biztos mindenki meg fogja kérdezni tőled, hogy hova lehet még ezek után eljutni, hogy ilyen fiatalon megkaptad. Én nem tudom, hogy te miben reménykedsz, én kívánom neked, hogy 70 év múlva ugyanígy adják át a bödös gyűrűt, és mondandómnak a lényege tulajdonképpen annyi, hogy nagyon örülök, hogy eljött ez a pillanat, és sportkommentátori hasonlattal élve azt szeretném mondani, megérdemelten győz a zalai fiú. Köszönöm szépen! Folytassuk a méltatásokat a stand-up pápájával, Litkai Gergellyel. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Direkt nem készültem erre a beszédre, mert nem akartam jobb lenni, mint Tibi. Úgyhogy talán egy vagyok azok közül, akik karinti gyűrűt kaptam, és itt a jelenlévők közül talán az egyik, aki legkorábban. Ez olyan, mint talán a világbajnokságon ezüstérmes magyar válogatott, aki ugye hát a legkorábban érte el ezt a remek teljesítményt, ám nyilván a mostani svájciak simán megvernék őket. Én úgy mondanám, hogy karinti gyűrűt kapni olyan, mint a klinikai halál, ami egy hosszabb ideig tart, tehát az embert megdicsérik, tehát gyakorlatilag egy ilyen újságban megjelenő obituária az egész, hogy milyen jó volt, mennyire jól csinálta a dolgát, tehát gyakorlatilag ez csak akkor élheti át az ember, hogyha már a farkasréti temetőben nyugszik. Igazándiból ez egy olyan üstökös, ami az embernél kiégést okoz. Tiborral én is fiatal korában találkoztam, amikor még én is fiatal voltam. Egy zsizsikes videót nyújtott be hozzám, hogy feltétlenül nézzem meg. Nagyon jó volt már a zsizsikes videó is. Erről mindig az jut eszembe, hogy én a szalagavató videómat hát tartottam ilyen sokra, még anyám rá nem vette a Pretty Woman-t. Tehát ezek, lássuk be, mulandó dolgok, akármennyire is egy szalagon rögzülnek. Tiborral nagyon sok fröccsöt fogyasztottunk el az idők során, amiből neki lettek sztoriai. Úgyhogy viszont én vittem a bort. Ilyen tényképpen én is hozzájárultam az ő sikeréhez. Hát a búcsú Szent Lászlói
kalandokról, amik ugye az éves humor Woodstock, amin részt veszünk, itt van Mazsi is, talán egyik legemlékezetesebb pszichedelikus kalandunk az volt, amikor tavaly nyáron Csenki Attila javaslatára kipróbáltuk, hogy van-e villany a villanypásztorban, és volt. És Mazsi azt mondta, hogy szerinte szakálon keresztül nem ráz a villanypásztor, de ráz. Úgyhogy ezekkel a fantasztikus tanulságokkal kiegészülve és épülve szeretnék gratulálni Tibornak, és kívánni neki további sok sikert, esetleg nemzetközi karriert, gondolva itt a határon túlra, ahonnan például Felméri Péter érkezett. Úgyhogy köszönöm szépen, Tibor, hogy vagy nekünk, és köszönjük szépen a közönségnek, hogy megértette Tibort. Köszönjük szépen Búcsú Szent Lászlónak, hogy eljött ide, és ünnepli őt, és remélem, hogy még nagyon sokan és sokáig fogják őt így ünnepelni. Köszönöm szépen. Sokszor kérdezik tőlem, nem minden hátsó szándékkal, hogy nem féltem-e a szakmát ezektől az újaktól. Amikor annak idején Farkasházi Tivadarral, Bonc Gézával megnyertük az 1974-es Humorfesztivált, akkor Tivadar hallotta, amikor a két zsűri tag, Kellér Dezső és Tabi László összesúgtak: Lacikám, mi lesz ezzel a műfajjal, ha mi már nem leszünk? 1974 óta 36 esztendő telt el, és a viharok közt ugyan, de nehéz évekkel álltunk mögött, de mégiscsak van kabaré. Amikor a néhány hónappal ezelőtt a Stefánia színpadán fellépett Bödöcs Tibor, akkor a színfalak mögül együtt néztük Sándor Györggyel. Egyáltalán nem sóhajtozott, nem ült aggodalom az arcán a műfa iránt. Talán csak én láttam a szemében egy kicsi szomorúságot, amikor rám nézett és azt mondta: sajnos nagyon tehetséges. Következik a kortárs humor legnagyobb élő klasszikusa, akinek a köpenyéből immár egész korosztályok bukkantak elő, Sándor György. Nem vagyok a szavak embere, gyöngyözik a tenyerem. Megható, amiket mondott a Péter, megható, hogy többször említettek, meghatott, hogy itt van Fábri Sanyi is, és többen. Én nem tudtam, hogy rádiófelvétel lesz, bögyönben van az egész dolog, ünneprontó leszek, hiába Búcsú Szent László, hiába a szülők, hiába Tibor. Érezhetél valamit, mert amikor jöttem be, nem is gratuláltam. Nem vagyok irigy, és nem vagyok féltékeny, és vágjátok ki az egészet, nem érdekel. És lehet, hogy magammal haragítok itt egy csomó embert, és hiába 45 évet építettem föl, de én ezt, elnézést elnök úr, elnézést mindenkitől, na hát egy ízetlen, nem is ízetlen, több csak, vágjátok ki, de én ezt el kell, hogy valamikor mondjam egyáltalán. Szóval ezt a pimasságot, amit igen, a Tibor most, nem azért, mert kitüntetett vagy, öregem, ez, nem találok szavakat, na, szóval ez egy aljasság az, hogy te ennyire ilyen pimaszul tehetséges vagy. Köszönöm a tapsot. Tibor, egy pillanatra gyere ki, légy szíves. Most gyere ki, légy szíves. Igen. Csak valami apróságot akarok. Úgyhogy Szent Lászlóról érkeztem. Jó, nem kell. Igen. Én produkcióm. Na, bocsássaj. Csak abba segíts, hogy milyen nap van ma? Csütörtök. Hallotta mindenki. Végre, hála Istennek, Bödös is csütörtöket mondott. Nem volt annyira jó, mi? És hogyha dicsérem egy kicsit, az is borzasztó, a dicséret is. Szóval Bödöcs Tibor, nem is én szerintem, öregem, szemedbe így, Bödöcs Tibor lírája, forradalmi líra, költészete, a magyar demokratikus népforradalom sürgetője, előkészítője és beharangozója.
Ezt ugyan Ady Endréről írta Révai József, de hát, mert ugye a Tibike még egy bort, vagy még egy sört, hogy olyan? Tibikének még egy sört, ezt nem lehet fokozni, talán azzal a fantasztikus életemben először fogok parodizálni valakit, mikor a harci kutyák vannak, és ugye a csöpike, kivel, hol történt meg? A nagyapád, azt mondja, hogyha nem jól csinálom, akkor megteszed, hogy elmondod te is, és akkor utána magyar hangja én vagyok, jó? Nem feliratos. Na várja, azt mondja. Csöpika. Árázd. Szóval Tibikém, zseniális vagy. Én, mint neofita, frissen katolizált embernek kicsit antiklerikális vagy, de hát az nem baj. Hát kijön a Korvin moziból, és azt mondja, hogy olyan hatással volt rá, hogy két szöget talált a tenyerébe. Hát ezt meghallották a mennyekbe, és most úgy, ahogy jöttem, így kerülővel, mert föl van bontva a Calvin tér, a damaszkuszi úton jöttem, és közölték veled, üzentek, hogy Tibi, Tibi, miért üldözölte engem? Úgyhogy Isten áldott a tehetség vagy, szeresd egy kicsit jobban az Úristent, ő is nagyon szeret téged, és gyönyörűek ezek a figurales kocsmai fantasztikumaid, gyönyörűek, de József Attilával búcsúzom tőled, hogy egy idő után lépjél túl e mai kocsmán az értelemig, és tovább. Köszönöm szépen. És akkor most megkérném az elnök urat, Sók Györgyöt, hogy adjátok gyűrűt. Na hát én kicsit zavarban vagyok, mert anyáméknak azt mondtam, hogy diplomaosztom lesz végre. Úgyhogy köszönöm szépen Sinkó Péter rektor úrnak a szavait, és az évfolyamtársak, és Sándor György tanár úrnak a megható beszédet. Szent Lászlóak itt vannak külön busszal, mert mikor a Pellébe rúgta az ezredik gólt, akkor munkaszüneti nap volt Brazíliába, úgyhogy ez a minimum, hogy külön busz indult. Búcsú Szent Lászlóról. Még délelőtt is komolyan gondolkodtak benne, hogy bográcsozás lesz a múzeumkertbe, de erről le tudtam őket beszélni. És tegnap felhívtam apámikat, hogy jó lenne, hogyha lehetőség szerint szárazan érkeznének az átadóra. És milyen lelki állapotban vagyunk, azt mondta, hogy 3 napja nem iszunk, Tibike! Akkor elkezdeném a beszédet. Van egy álmom. Ja, az nem az a beszéd. Ich bin ein Berliner. Ja, nem. Európára vasfüggő nyereszkedett. És a kőhami elhozta a gyerekét, hogy róla legyen szó, és őt halljuk végig. Karrierizmus, ez igen. Egyébként köszönöm szavaidat, Zoltán. Azért jó, hogy most kaptam a díjat nem a Zoliék előtt, mert így nem nekem kell méltatnom őket. Pedig meg tudnám tenni. Szóval, hogy Karinti Gyűrűt kaptam. Karinti Frigyessel nagyon kiegyensúlyozott volt mindig is a kapcsolatom. Jónak mondható. Emlékszem, mikor itt volt a Thomas Mann a Zeneakadémián, de mindig bohózkodott egyébként a Frigyes, egy mókamester volt. Itt volt a Thomas Mann, és elővette a köpöcsövet Fricciában. Na, ne szórakozz el! Meg mikor... Egy nyugat ankétot tartottunk, és rajszöget tett a Babics alá. Ez volt a mániája, meg az Ady temetésén volt az, mikor a banánhéjat elédobta a Kosztolányinak. Nem vitt magába, de a legjobb az volt, mikor kitölt az első világháború. Fogott egy tortát, és hogy a Móricz arcába nyomta. Nagyon vicces volt. Egyébként én tartottam egyszer egy előadást Karinti Frigyesről az egyetemen, csak kizavartak, mert röhögtettem a többieket. Még ennyit a kapcsolatunkról. 27,5 évesen kapom a díjat, ez tornászlányban már idősnek számít. Indián törzsfőnöknek fiatal vagyok, de hát humoristának még nem annyira öreg talán, és hát merem remélni, most jön így az üzenet a beszédbe, hogy talán nem értelmetlen, amit csinálok, főleg annak fényében, hogy vannak, akik száraz tésztából makettezik meg a Lánchidat.
És kicsit úgy érzem most magamat, mint egy Forma 1-es pilóta a futam után, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a rajtom jól sikerült, paródiákkal indítottam, aztán a spétjeimmel volt egy kis gond, azt meg tudtuk oldani. Középen próbáltam tartani a műsort a közéletnél, és a végén a Bucsú Szent Lászlói történetekkel célegyenesbe fordultam. De a csapat nagyon jó munkát végzett. Köszönöm szépen a Bucsú Szent Lászlóiaknak. De még többször meg fogom köszönni. Ritka alkalom ez. Gondolkodok, be kell, nem kell, olyan ritkán van rajtam zakó. Nem kell, azt mondja anyu, jó? Be kell. Anyu meg azt mondta, nem kell. Állva be kell. Von Hausaus. Hát nálunk nem. Így. Nem így metszettünk, mint a Andrássy úti polgári otthonokba. Na, hogy... ritkák a díjak a mi szakmánkban, de én most javaslom, hogy jövőre legyenek különböző kategóriák, hogy ne csak egy díj legyen, hanem legyen egy legjobb látvány, leghülyébb hülye hang, legviccesebb arc, legjobb kitalált szereplő, legjobb eredeti szereplő, Ferus, tudom javasolni erre a díjra, vagy nem tudom, nehéz mérni egyébként, hogy ki a vicces, ugye nincs egy ilyen mosolyméter, vagy rekeszizom szeizmográf. A közönséget szokták mondani, hogy szeret a közönség, de hát a közönség annyi mindenért lelkesedik, hogy ebből nehéz kiindulni. Múltkor odajött hozzám egy tüzépes. Ez a gratulációban derült ki, hogy tüzépes, azt mondta, hogy amit te ezen az 50x60x10-es lakkozott tölgyfán műveltél, azt, mert majdnem megvette alólam a színpadot. Úgyhogy elkezdem akkor a díjátadók velejét a köszönetnyilvánítást. Itt örülöttünk, hogy hogy legyen. Hát akkor először is köszönöm szüleimnek, nagyszüleimnek, dédszüleimnek, ükszüleimnek, szépszüleimnek, hogy összedobták a génkészletet, és szeretett erőműként áramlott hozzám az energia. Köszönöm bátyámnak, aki szellemi jégtöröm volt mindig is, és az is maradt. Köszönöm Krisztának, mert minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki jól járt, és hát köszönöm azokat a dolgokat, amiket most itt nem tudok kifejteni. És elnézést kérek, hogy Sinkó előbb húz gyűrűt az ujjamra, mint Krista. Így alakul. Köszönöm szépen barátaimnak, most nem tudok mindenki, akit meghívtam és aki a buszba volt, annak mindenkinek köszönöm. Köszönöm Sockának, akivel együtt kezdtük ezt az egész pályát, ha mondhatom így. Köszönöm Olá Tamásnak, Vecstein Tamás, nem tudom, megérkezette. Köszönöm Pepének, Cintinek, Mazsinak, a szervezők, aki Mazsi metálrajonga és azt mondta, hogy a metál Halász Judit Almaszósz című számának kezdődik. Köszönöm szépen a falunak, külön nagybetűs köszönettel köszönöm szóbafestő mázalognak, Ferusnak, neki tapsot is kérek. Ferus, kicsit ilyen, kicsit ekvádori drogbáróra vetted magadat, de nem, jó. Köszönöm Jenőnek, a Böllérnek, aki Buthára iszta magát. Felgyorsulunk, köszönöm Kaszapistának, Tűzoltó nagybátyámnak, Köpör Pistának, aki most nem tud jelen lenni, mert ő őrzi a lángot a kocsmában. Köszönöm Doszpot Bódinak, Bondornak, és köszönöm szépen a szakvezetésnek, elsősorban Litkai Gergelynek és az egész Duma Színház adminisztrációnak. Itt vagy még, Geri? De már közben ír egy másik műsort, meg Geri ezer karú polipként nagyon sok erre dolgozik. Köszönöm szépen, köszönöm Fábri Sándornak, akinek Csehszlovák Szöszmösz mackójából előbújt a műfajunk. Hiába várottuk, jó? Köszönöm a rádiókabaré istálójának, ahol engem csutakolnak, abrakoltatnak. Köszönöm szépen Farkasházi Tivadarnak, Sinkó Péternek, Marinak, Hajninak, Klárinak, Petinek, most már ez egy ilyen Csetamás számba mentünk át. Klári, Mari, Bandi, Aranyosi, Peti, nek, és köszönöm a közönségnek, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, mint Adi Endre. És végül, mielőtt Korda Gyuri előugrik a töpörtyű tortából és kezdetét veszi a svéd asztalozás, eddigi töprengéseim szintézisét szeretném megosztani a világ és Magyarország közvéleményével. Levettem a kezemet az emberiségről. Háborúk, légszennyezés, erdőirtás, lakodalmas rock. A relativitás elmélet és a kvantummechanika nem összeilleszthető egy ellentmondásmentes elméletbe. És ha iszunk, ne keverjük, vagy legalább könyörgöm, együnk hozzá. Köszönöm szépen!
Mondtad, hogy ritkán kapnak kitüntetést a humoristák. Hajnikának sikerült 4 év múlva előkeríteni a Rádió Kabaré irodájában levő páncélszekrény kulcsát, és megtaláltuk a 2006-os bombondíjadat, úgyhogy engedd meg, hogy... És most kell úgy beszélni? És most még egy beszédet kell mondani a bombondíjadat? Nem, köszönöm most szépen. Most már Brezsnyevi több kitüntetést kapok. Jó. Én átadom az érdeklődőknek az ünnepeltet, és a többi vendégünknek meg pedig hát jó fogyasztást, tessék szíves lenni. Köszönjük szépen a jelenlétet. Lobos Pistának is köszönöm, lehet, hogy ez még meg Lővi Gyurinak. És a rádióhallgatóknak pedig pezsgő helyett leforgatjuk Bödös egyik szilveszteri számát. Jó estét kívánok! 2007, ezt kéne most összefoglalom nagyon frappánsan. Ozzy Osbourne mondta a metal énekes, hogy nem emlékszik a 80-as évekre. Mondjuk Szűrös Mátyás sem, de ez nem. Nem erről. Én voltam kint nyáron a szigeten, 4 napot töltöttem kint, 12 perc van meg. De nagyon jól, állítólag nagy sikerrel fel is léptem. Nem vettem észre a Manu Chao alatt a áramszünet volt 2x10 perc. Azt hittem hatásszünet, hát mondom, nagyon jól csinál. De ott mindennek megvan az értő közönsége. Elmentem a színház és táncművészeti sátor mellett, ahol takarított egy néni, és 300-an nézték. Nyomjére domestos, bazzák! Nagy siker volt. De állítólag az új droga a diszkókban az nem az ecstasy speed, ezek ilyen konzervatív dolgoknak számítanak. Az új droga az a lónyugtató. Azt vetják fel az állatorvossal a fiatalok, és arra ráküldenek egy speedet, meg 3 hubit, és reggelre átélik kincsem összes derbi győzelmét. De még 6 napig kérik a kockacukrot, az igaz. Az... Utaztam a 7-es buszon, mögöttem 2 tini mentek buliba, én is inni mentem, csak most nem akarok negatívek. És mentek, beszélgettek, 2 hatalmas pufi jackiben, ilyen 4 ülésen ültek. Halod, mű, halod? Halod, mű? Halod? Halod, mű? Én dumágattak, na. Halod? Nem mondod, mi? Ez a lexikális tudás, meg vannak terhelve. Te látszott, hogy halod, mű? Ó, fasz, mű, halod? Anyám baszogat a cigi miatt. Mi, sima miatt is? Ezt len kell tartani, ezt a poént. Akinek van fülehallja, bár a rendőrség most több kiló marihuánát foglalt le, nem nyilatkoznak, csak nevetnek. Azt nézd, hogy annyira jó, mert kint rögtem ezen a szőnyegen, hogy ezt még a Brezsnyev temetésről mentették meg. Mindig elkap a hely szellemeit. Gólyatáborokba szoktam fellépni ilyen kiszes termekbe, ahol mégis érezni lehet nagyjából a kaolaszappan és a lendvai illikó illatát. És a diszkogömbben csillog a Lampert Mónika. Ez olyan, ez is ilyen... Na, ott tartottunk, drogok és dopingügy is van állítólag. Nem tudom, hogy van-e dopingügy. Elkapták a Kovács Ágit, most már másodszor is rámentek. Ezek a húgyfináncok, vagy nem tudom. Milyenek a szakmának a neve? Agyáhugyod! Ez a szakmája. Tiszeker Ágnes, meglátom, én nem adok 3 évig. Elkapták nálunk, úgy hívják a fináncokat, a VPOP-sokat, mert zöld egyenruhájuk van, hogy spenótbakter. Folyik a pálinkafőzés, van egy pálinkafőző, ő mindent belefőz, amit talál az udvarba, tehát ilyen gumilabda, gyerekek, telek, szomszéd. Jobban itt. Olyan pálinka van, hogy előtte is hányni kell. Múltkor bemegyek, mondom, 2 liter pálinkát kérnék, üt fogyasztva. Most anyukámra körül kipróbáltatni az extázit, hogy reagálna a szervezet. Elmosogatna a szomszédba is valószínűleg. Vagy 6-szor csinálna ebédet a múltra, hogy kerempörköd, kerempörköd, kerempörköd. Mert nagyon nagy zsírszobrász ugyanis anyu, olyan zsírszobrokat csinál, voltam otthon, pacal volt a desszert. És a nagybátyám ő visszafogott, ő nagyon virtusos ember, mert hogyha bába vonat van, akkor mindig ő a vonat eleje. Azt mondtam, hogy sok mindenről le kellett mondania, barna kenyere leszi a szalonnát. Erre tudok lemondani. Egyébként tűzoltó,
És ezért bárhova megy, másfél perc alatt van kész, mert... A szakma... A szarással, kávéval együtt, már... Bennül a korzában. Na mindegy. Néztem a Talmácsit, világbajnok lett. Hát nagyon izgultam, mert én ez volt az első futam, amit láttam. Szetlászlón néztem én a Simpsonosokat eddig, de hát ugyanúgy bedőlnek a kanyarba, csak már nem jönnek vissza. És mennek haza a kocsmából, tolják a biciklit. Akkor is, ha nincs náluk, mert 30 éve úgy jár haza, hazatolja, nem? Nem kérdés. Festés volt az unokatesóméknál. Szóval a festő fenn volt a kettes létrán, és valamit tanult, az már egyetemre jár. Semmi nem dolgozott a semmire, mit tudom, ne olvassál, írva, hát munka van. Én is jártam egyetemre. Kutyáknak most rékér. Miért, mit tanulsz? Szerint műszaki egyetemre járok. Milyen szakra? Villamos mérnöki. Alig van ma a villamos. Innét kitörni azért. Gyerekek, állsz van, ne haragudjál meg. Úgyhogy most végre van valami tartalma a tüntetésnek, mert ezek az ünnep, ugye, hát vannak a sámánpapok, mentek az operába. Hát, viszonylag kevés bérletes volt, azt figyeltem, hogy... Azt mondja, kíváncsiak vagyunk, hogy Wagnert hogy vezényli Fischer Ádám? Mentek? Már ezek a, ugye, ilyen keresztény, pogány, minden hitvilág keveredett bennük, mert van egy ilyen, hát Aranyosi Peti kollégánk, aki Csillagok háborúja és második világháború rajongó, és valamikor a két agyterület egyszerre kezd el működni. Akkor Anakin Stalin megtudja, hogy Brezsnyev Csubakka és Hitler nagyúr, minden van. Valahol egyébként más hangulatú a tüntetés azért, láttam, attól függ, milyen ország, ugye volt szó Hágáról. Holland tüntetés volt, a varázsgombáért. Nem babakocsis családok, gyerek ki volt festve marihuánára, és ilyen heroinos öregapák mentek. És olyan transzparensek voltak, kicsit túlreagálták a tüntetést, olyan transzparensek voltak, hogy mi lesz a következő, amit betiltanak? A kenyér? Meg láttam brazil érdekvédelmi tüntetést, ott meg ilyen, hát a roham rendőrök is kubai sétában mozogtak, mert... Mondjon le! Csa-csa-csa! Milyen lehet ugyanez a tüntetés Svájcban, ahol hát nincs miért tüntetni. Ezért tör ki az anarchia, mert már nem bír, semmi nem történt 600 éve. Ül otthon a kispolgár Ulrich. Érrevasalt pizsoma, érrevasalt arc. Ilyen. Vashiányos feleségével. A... Úgy néznek ki, mint egy jegybankelnök és Solyom László paplan alatt. Ilyen. Sólyom azóta meg van lepődve, mióta megválasztották össze. És ülnek otthon. Nem történt is semmi, nem lett az. Ki kell robbantani a forradalmat. Elállítom a fali órát 2 perccel. Mit csinálsz, drága? Az csönd, anarchia, ne szóljál be! Összekeverem a szelektív hulladékot. Mert hát Svájcban annyira féktelenek, hogy szilveszterkor a konfettit egyből a porcióba önti. Köszönöm. Jó napot és jó vételt kívánok a hallgatóknak! Bödöcs Tibor vagyok, és ez a Meggyűrűztek című hagyományos kabaré műsor. Megkaptam a Karinti gyűrűt, és ezért most egy külön kiadással is megajándékoz a drága szakvezetés, ahol én vagyok az alany és a tárgy, az alfa és az omega. A díjat átvettem, ellentétben Woody Allennel, aki az Annie Hallért járó Oscart nem vette át, inkább New Yorki klubjában klarinétozott, de én külön buszt indítottam a faluból, ezért otthon nem lett volna senki a kocsmába, én meg nem is tudok klarinétozni. Eddig életművemet nem a Karinti gyűrűért hoztam létre, nem azért találtam ki poénokat, úgyhogy nem fog törést okozni a megtiszteltetés, mondom ezt főleg az üvegfal mögött rettegve figyelő Sinkó Péter megnyugtatására. Remélem, hogy a humorom megújuló energia, és tovább tudom gyarapítani humorosabban, szatirikusabban, ironikusabban, arcpolitikám jegyében a magyar humor világát. 27 és fél évesen kapom a díjat, tornászlánynak már idős lennék, indián törzsfőnöknek fiatal, humoristának még nem öreg. És végül egy, hát, szintén arcpolitikus, krédó jellegű gondolat.
Remélem nem teljesen fölösleges, amit csinálok, főleg annak fényében, hogy vannak, akik száraz tésztából makettezik meg a Lánchidat. Szóval most DJ-ként fogok kérni saját magamtól önöknek fordított kívánságműsor jelleggel az eddigi darabjaim közül. Az úr 2005. esztendejének márciusába vettük fel az első darabot. Ezt nem a Stefániába és nem is a Márványterembe rögzítettük, hanem a Millenárison. Ez az érdekessége, hogy legyenek ilyen DVD extrák a kedves hallgatóknak. Amikor ott volt az informatikai miniszter, az akkori informatikai miniszter, akkor kapott Nobel-díjat Kertész Imre, és gazdatüntetés zajlott a székes fővárosban. Ez következik most. Üdvözlöm Önöket! Kisfaluból érkeztem. Most már adatvédelmi szempontokból így mondom. És... hát nem traktorral. Olyan kurva nehéz parkolóhelyet találni, hát mondom. A Millenárisnál. Nem. Hát, és akartam foglalkozni a gazdatüntetésre, csak nem tudom még hova fejlődik ki. Tehát, hogy most még ilyen buctoki a hangulat. Tehát birka pörkölt van. Ilyen 10 perc kö neki. És mondták, hogy hát hogy lehet, hogy 2-3 hónapig is maradnak. Krumplit azt már itt vették el a Városmajorba. Tehát... ja. És a tárgyalás az volt a legszebb. Ült egymástól 100 méterre két irodába egy Görbe János, meg egy Szirtes Ádám. Nem. Jöjjön ki, akkor bemegyünk, ha kijöjjünk, lejöjjünk. Hogyha fölmegyünk, akkor majd bemegyünk, ha kijönnek. Már unió. Már unió, pénzek hát, már, hogy majd kimegyünk. És jöttek a gazdák, hogy miért jöttek? Tárgyalni. És tárgyalnak? Nem. Amint nincs még kész a pörköt, ahogyan tárgyaljunk. 10 perc könnek én meg, hát ez még. Mondjuk a miniszter csak kell félteni, tehát kapni egy vasfület, ő is vérbalettot rendezne a stúdióban. Jó van. Győzik-e? Jaj. Első adást láttam, hogy 10 percig ült a WC reggel. Hagyjatok, gondolkodom! Nem mondom, tudás alapú társadalom. És ugye a gyerek csuklóztatja a Győzikét. Tehát itt a reciprok, és beszélzed, mi van? És a háza olyan, mintha a Nemzeti Színház tervezője a Lehetőri piacról estek volna. Igényes. Ízléses. Sok minden történt, mióta nem találkoztunk. És a kegyeleti okok, tehát hogy a média mennyire tényleg óvatosan kezelik. Volt egy ilyen, amikor a BBC riporterek kérdezte a kongói háború idején a menekülteket, hogy elnézést, van itt valaki, akit megerőszakoltak és beszél angolul? Ez meg! Hát fő témánk az informatika. Nem vagyok a kor gyermeke, tehát nálunk a kocsma a csetszoba. Anyám most volt ilyen tanfolyamon, kaptunk a sulinettel ilyen... Köszönjük. Nem valami több régi tár, nem ilyen idő. Rég meghallották azok. Én csak a Word-öt nyomom, úgyhogy ez megtökünk. És anyám volt ezen a tanfolyamon, és ugye már elmúltak 50 évesek, de el kellett menniük. És hát ők ugye 50-esek nem akarják meghekkelni a NASA-t, de... a tanfolyamvezető annyira komolyan vett, hogy azt hitték, e-mailben jönnek haza. És azóta így napokra eltűnik a Matrix banyus. Morpheusnak csinál rántott hús, nem tudom. Még egy Commodore-ral kezdtem, mert akkor vesztettem el a fonalat. 80-as évek. Már volt Commodore-unk, de még Kádár János volt a rendszergazda. Jaja, és nála volt a lista, nem az interneten. Elkészült a sorstalanság is, hála Istennek. Ennyi a Morricone, hát a Szárhely Morrica nem volt. És hogy milyen szép, hogy mikor a Kertész Imre Nobel-díjas lett, akkor Kertész Ákos összes könyve elfogyott. És már a kertészeti könyvek is egy kicsit jobban mentek. És bárint gazda nem értette az érdeklődést. Az ablakba, hát hogy ott a dughagymák teleltetés.
harc a krumpi bogár ellen kicsit jobban ment. Hát, most naptárilag elmúlt a tél, de Német Lajos kapcsolják élőbetényekbe. Minusz 25 fok, ezt kell már megdöntenünk! A Lajos miért kéne megdönteni? Isten szerencsére! A falu viszke a rekordra. Gratulálunk. Ajner szüle, gyere vissza! Az Ajner az mindig bejött, Markó Iván bellibegett, és hogy milyen idő lesz, majd meglátjuk, te is estét. Úgyhogy ez van, hát múltkor 8 óra alatt értem fel Bucsú Szent Lászlóról. Kanizsán van, mert pont, de WC nincs. Jelezném. És ezt a jegy eladót, hogy hát merre van a mosdó? Mi? A WC, hogy merre van? A fiatal ember vigye haza. Restibe bementem, mondom, egy 2 sört kérünk szépen. Gyerekek, egy üveg sörön van, de ez a Szakály Zoli, és pénteken jön érte. Hát elpont az van, az a lényeg. Lehet nézni, és mire használják? Van egy ismerősöm, hát ilyen pornót néz, de csak kutat, azt mondja. A szadom az a legdurvábbak, tehát a csajom van egy szügyhám. Ostor gyöplő, azt hittem, ízé gazdatüntető először. 18 Jancsi szeg, és a fettinkhez kell egy ráskoly, meg 3 lakatos. Négy órát álltunk, lerohadt a felső vezeték, nem volt áram vagy valami ilyesmi. 3 óra után gondoltam, megkérdezem a baktert, hogy bocsánat, bakter úr, csinálja valaki már a felső vezeték? Ha valaki biztos csinálja, mi nem? Ha mi kártyázunk, makkoz adultrát, ne haragudja a fiatal ember. Úgyhogy hát ennyi volt a mese mára, biztos szép lesz a jövő. Valakik biztos csinálják. Mi ne? Köszönöm a figyelmet! Tovább nyergelem a korongokat, mint Dévényi Tibi bácsi. Most 2005. júniusában járunk, amikor köztársasági elnököt választottunk. A történelem ismétli önmagát, mondhatnám Nietzschével. Szőlészetről is lesz szó, illetve akkor volt, mikor az érettségi tételek kiszivárogtak. Örülök, hogy itt lehettek, örülök, hogy itt vannak, együtt vagyunk. SMS kérdésünk a mai este. Ki legyen a köztársasági elnök? Most már akkora kérdés ez, hogy... Ugye van ez, hogy női legyen, vagy férfi? Legyen a Terry Black, és akkor ez már megoldódik. Azt mások már eldöntötték volna, mint a rádiónál, nem? Ki legyen a köztársasági elnök? Hát Tordján megúsztuk. Posgai, hát már ő se, ez pedig begyújtotta a rakétákat nagyon, azt mondta, hogy az nemzeti, az neki az egy olla hívó, most a Viktor nem is érzik. Az egy olla hívó szó, a nemzeti, az, most ő tért vissza meg a Csepregi Éva, ők ketten vannak. Úgyhogy ez van. Hát a Viktort nem is bántanám, mert tényleg szegény. Otthon nekem már megmondták Szállászló, hogy szőlőben csak a gond van. Kapáni, Kaszányi, Metszenyi. Tárgyalásra járni, szóval. Bár az élet és irodalom kivárt, azért mondom, nem készültek el még a bizonyítékokkal. De most voltam otthon informális taggyűlésem. Mondta haverom, hogy nem megyünk át az öreg bondorhoz. Mondom, ne gyerekek, ne, ne mi legyünk a legrészegebbek. Mert olyan borva megisszuk, inkább győzött volna a peronosz. Olyan megisszák, és úgy hegesztenek tőle, mint a Ray Charles, hogy zongorázik. A Gyurcsány. Gyurcsány, ez meg most olyan, mint a jégkorong. Nem tudom követni szabad szemmel. Mindig kitalál valamit. 100 lépés, vagy azt mondta az SZDSZ, legyen békaugrás, vagy nyusziugrás, vagy ügetés, valamit már. Hosszú lépés, ilyenkor azt szokták bekiabálni vidéken. Hosszú lépés legyen. És mindig elvegyül a Gyurcsány a tömegbe, az a legnagyobb. Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Viccelődött Rákosi elvtárs. Jól vagyunk, viccelődtek a parasztok. Ugyan. Hogy mindig így elvegyül, és írt a Népszabadság. Március 15-én kilépett a kordonon, és elvegyült a tömegbe. Képzeljék el, járok elők, csináld meg, csináld meg, csináld meg! Fütyülni is elfelejtenek, jön szembe. Hiperaktív.
Na és ugye 100 lépés mire lesz elég? És a politikusok most annyit nyilatkoznak, annyira elegem van belőlük, nem tudom, hogy Hiller István napi 6 órát. És mi volt, ha valaki ott felejti a gyereket a tévé előtt? Hát... lehet izgulni, hogy megszólaljon a gyerek, mi? Most már ott tartanak szerintem, ezeket bele kéne most már varni a barátok közbe. Magdi Anyus megtudja, hogy Horn Gyula visz neki egy 100 szegfűt, és... vagy Semjén Zsolt összejön Hoffer Misivel. Na, ki legyen a köztársaság, megvan már osztály? Van már valami ötlet? Legyen királyság? Károly és Kamilla esküvőjét látták? Adams Family. Csengetett Milord. Jaj, állítólag vacsora nem is volt, mert hát kinek lett volna étvágya? Kamilla. Nem. Hol találkozhattak ezek a Kamillával? Vizes pólóverseny volt Loch Nessbe? Harry herceg nem ment az esküvőre, beöltözött Mussolininek otthon. Hát... koszorúsány nem vállalta Hitlert. Voltak a győzikék, panoptikumban, Londonban. Győzik az a Balázsó díszletében lakik, most vettem észre. És mondta a beasszony, voltak ilyen panoptikumban, szóval, ha, Győző, itt a Diana, ha beszarok! Apropó történelem, érettségi tételek. Magyar Bálint megkapta előtte est, tehát ő is összeomlott, mint a Német Imre, és beszélgettek a Krizsó szívával, hogy hát igen, kiderültek a magyar tétek, borzasztó. És itt vannak a matek tételek, és dicsületük legyen, mondom, nem oldották meg. Na ez még... És a minisztérium megint a helyzet magaslatán volt, szóval a hivatal tényleg, hogy hát még mi nem, hát nem inkább, most miért mi dolgozzunk, nem tudjuk még milyen széles körben. Már DVD változata megjelent, diploma melléklett el. Még nem tudom. Már a postás leláttam azt a dogákat. Már. A diplomákat töltöttek le kompletten a netről, de nem, hát még nem tudom. Persze, mert a mai gimnazisták azok már úgy zongoráznak a klaviatúrán, mint Bartók Béla. A minisztériumban meg beírták a Google-ba, hogy mik lesznek holnap az érettségi tétel. És nem derült ki. És járok egy egyetemre, úgy néz ki, előbb befejezem, mint elvégezném. Magyar szakra. Kollégiumban laktam, hát ott a portások, szóval mindig be voltak rúgva, és mentem haza reggel 4-kor. Mondom, meg kell mutatni a belépő kártyát? Ilyen komal nem kell. Én iszok egész éjszaka, és ő hány le? Na hát ő mondjuk a norvég diákoknak nem az agyat, ha máját odaadta volna egy konyakért. Angolból is érettségiztem, de ez olyan volt, mint a Győzik az Activity-be. De valahogy megoldottuk. És idén már van matekból is szóbeli. Mi feleltünk is mindig matekból, volt egy ilyen kedves matek tanárunk. Ahol a napló kinyílik, Bödös, gyere ki! És hát ő volt az, akinek kértük az iskola rádióba a Killing Me Softly című számot. És szerenádon énekeltük a Megtalállak még. És ezeket az eminenseket szerette nagyon, ezeket az izé, hogy Steinmannokat. Volt egy olyan csávó, eljött osztálykirándulásra Köpenybe. Hát mondom, nem fogy el az unikum. Na mit hoztál? Írásvetítőt, meg nedves szivacsot a tanárnő. Volt a tesi tanár, hogy a görény tizedes a vietnámi filmekben. Nem katona, na Tibor, légy szíves, csináljad! Rálépek a nyakadra, légy szíves! Kitépem a szívedet, Tibor, dolgozzál! Van egy nyitemű fekvőtámaszt, azóta nem fejeztem be, mint Schubert. Benne maradtam. Lép! Osztály! Csináljad! Mi van? Ki akarod játszani a mozgásérzékelőt? Köszönöm szépen, egészségünkre felmentettek, összeszedik a halottakat. Ilyen volt, és ő kiírta a bitumenes pályára, a kézilabda pályára, és szerintem Kelet-Közép-Európában minden szülőszobára ki kéne írni. A pályát csak az iskola diákjai használhatják, mert baleset veszélyes.
Köszönöm szépen a figyelmet, hát használjuk a pályát. Lassan utolérjük magunkat, 2009. júniusa következik, amikor az előző adminisztráció végvonaglását és budapesti élményeimet osztottam meg a közönséggel. Voltam diplomaosztón, én nekem még nem volt, mert -2 nyelvvizsgával rendelkezem, bár most már majdnem végeztem, és a műszakin voltam ilyen diplomaosztón, megfigyelőként vettem részt, haverom kapott diplomát, matematikus, fizikus, reaktortechnikus diplomaosztó volt. Ilyen esőemberavató. Az első 3 sor az csak Dusty Hoffmanokból állt, ilyen furcsa. Mondom, ez a bolond ballagás, hogy ez már az igazi. Még az öltönyük is kapucni, az a fajta társaság. És nem lehet megmozdulni diplomaosztó, mert jön a Lajos bácsi handicammel, veszi fel a home videóba, kell venni a diplomaosztó. Nem tudom miért, hogy hazamegyünk, mit nézünk, Tarantinót, nem diplomaosztót, az a legfontosabb. És jött a rektor, aki már elvégezte, de hát szintén Dusty Hoffman, így kezdte a speech-ét. Először gyököd vont 2008-ból. Jó. Tegyük fel, hogy szól a mikrofon. Így kezdte beszélni, utána csak ilyen fizikai példamondatokat mondott. Hát az a fajta, akitől megkérdezik, hogy családi állapota, 2 fiam van, A és B. Az asszony X, nem tudni. És hogyha már Bajnai Gordonkáról volt szó, hogy az MSZP nem tud kitermelni egy miniszterelnök jelöltet, ment ez a casting, hogy ki legyen az utód. A Dalai Lámát elő megtalálják, hogy melyik csávóban van benne a Dalai Láma. Szerintem itt is úgy kéne, hogy kibeszületett újjá Kádár János. És menjenek az óvodába castingolni a kis csávókat. A homokozó legyen homokozó elvtársak. Ez lesz az! Délelőtt hintázunk, délután kormányzunk. Ez lenne. És van most ez az új totemállat a csodaszarvas után, Overdose. Aki a leghitelesebb közszereplő, mert még nem írt receptkönyvet, hogy a 100 legjobb szénakazal, ahogy én szeretem, meg Galop Aerobic DVD-t sem adott ki. Na most ő lesz befestve fehérre, és azon fog bevonulni Orbán Viktor a Bartók Béla út felől. Egyébként eljátszották a himnuszt Overdose-nak, angol-ír telivér. Annyit érted belőle, mint a Bajnai az Internacionáléból, ilyen. Idegen szavakkal volt tele, éhes, proletár, ugye, de énekelte volna a Bajnai. Úgy volt, hogy énekelte volna, csak látszik a kaviár a fogak között, azt, hogy nem annyira, mert... Van az M1-en, van ez az Alakár című műsor, ahol beszélnek a borsodi mélyszegénységről, és hogy tologatják a ráksalátát. Azt tudnám hasonlítani. Szörnyű, ami van. 2004-es talán jobb volt ebből a vörösbaba. Ó, igen! Mert ott tartunk Magyarországon, egy vidéki városba, egyik főorvos már részletfizetést is elfogad paraszolvenciában. Megvolt a nemzeti vágta, ami egy ilyen magyaros ünnep, lovas nemzet vagyunk, de mindenki Babettával és Simpsonnal jár. És úgy volt, hát Geszti szerint ez ilyen magyaros ünnep, szerintem jövőre annyira magyaros lesz az ünnep, hogy egy medencényi gulyáslevesbe fognak futni a lovak. Egy ilyen Rubik kocka alakú stadion tervez a Makovec, pulikutyák kergetik őket, turulmadara köröznek fölöttük, és paprikával dobálják a szájukba, próbálják bedobni a paprikát. Felléptem Korda Gyuri előtt vagy után, nem tudom, hogy gázabb, hogy meséljem. Nehéz szakma. Hergelték egymást a függöny mögött Klárikával. Készültek a fellépésre. Faszom énekli a Lady Anne, Klári, nem éneklem a Lady Anne. Unom Klári a Lady Anne, nem éneklem a Lady Anne. Unom Klári. Következő snit. Színpad. Oh, Lady Anne. Nem zavar a taps. Mondták, hogy a közönséget melegítsük. De egyébként a magyar szak miatt, amit most már tényleg szinte már elvégeztem, 8 éve itt állomásozom Budapesten ideglenesen, ahol olimpiát akarnak rendezni, mindig így, most nem beszélnek erről, de felszokott merülni néha, hogy kéne olimpiát rendezni, ahol legjobb állapotban akvinkum van.
4-es metró gödrök, amiket nem tudom, hogy miért építettek, szerintem már ismeretterjesztő filmek fognak születni róla. Miért ásták ezeket a gödröket? A napi egyenlőséggel van kapcsolatban, vagy a druidák ásták, vagy a Stonehenge-el van valami különös viszonyban, vagy Dembski temetkezési helye valószínűleg az lesz? Nem tudjuk. Az is lehet, hogy a korrupció emlékhelye is. Szóval minden éjszaka meggyújtanak egy aktatáska közpénzt, és így körbálja a közgyűlés. Egyébként épülne a 4-es metró, csak lehet fogni a Minimaxot a konténerbe, és így. És nem lehet inni 10 után Újbudán, ez is milyen már. Nálunk nem merné megpróbálni ezt Bucsú Szent Lászlón a polgármester Gyuszi, mert hát másnap a képviselőtestülettel együtt megfőznénk őket pálinkának. Van ez a kardinális probléma, a kutyaszar kérdés, amire én részmegoldásnak érzem, hogy péntek-szombaton ráhánynak a fiatalok. Szétcsapassa nem arról van szó, de nem az igazi. Valamennyi fel is szép, de nem az igazi. EP választás volt, mert ez később fog lemenni. Remélem, még emlékeznek majd Bajnai Gordonra, mikor adásba kerül a műsor, és ezek a kampányban egymással foglalkoznak végig. De miért nem önmagukat reklámozzák? Ugye volt ez a régi elmélet, hogy a politikus egyenlő mosópor, és akkor miért nem ez, vagy önmagukat próbálják promotálni? Orbán Viktor a legmakacsabb államháztartási hiányt is könnyedén tünteti el. Ajándék semmilyen Zsolttal. Jobbikos reklám. Nem tudja, ki gyűlöljön. Segítünk. Egyébként ott tart a magyar közélet, hogy szerintem, hogyha nekünk, mint Észak-Koreának lenne atombombánk, mi önmagunkra dobnánk. Haladunk tovább. SZDSZ. Nem akar ránk szavazni? Diszkrimináció. Támogasson minket. Adója 99%-án. MDF. Bokros Lajos Ultra Power, végleges szőrtelenítés, vérkiszívás, bőrlenyúzás. Van az MDF-ben ez a Mr. Bean hasonlás versenygyőztes, a Habsburg György. Most vele. Ez nem tud elindulni a Schlitzétől szerintem majd a plenáris ülésre Brüsszelben. És az MSZP, kiment az ellenzék. Beszéljünk a hüvelygombáról. Azt hiszi, hogy már mindent elloptunk? Adjon egy esélyt, hogy bizonyíthassuk. És hogyha már volt szó a Dalai Lámáról, legyen keretes a szerkezet. Itt láttam Budapesten, Karma étterem, van egy ilyen egység, hát No Man a Stone Man. Én ennek a mintájára csinálnék Agatha Christie hotelt. Egy ember lenne a recepción. Hol a kulcs? Valaki elvitte. Vagy anarchista kávéházat. Ki a pincér? Senki? És a Karma étterem, hát én nem hiszek a reinkarnációban, előző életemben se hittem. De a végre ilyen nehezet megpróbálok. De a Karma étteremben nem mertem bemenni, mondom, lehet, hogy tartozom. Innét folytatjuk. Köszönöm szépen. A következő szám egy szilveszteri felvétel lesz, ami hagyományosan egy időkapszula jelleggel felvett sűrítménye annak az évnek, amit búcsúztatunk. Egy ilyen sűrítmény Üzenet a palackban fog következni 2006-ból, Bújék 2007, ez volt a címe. Jó estét kívánok, magyar szakra járok, 6 éve. Jó, de volt egy szobatársam, a Józsi, a kollégiumban, aki 9 évig járt filozófia szakra. Minden reggel fölébredt, és érdemes bemennem? Igyekszem, meg most már reformkor lesz, és nem lesz ennyi bölcsész. Meg lesz gyógyszer a Tesco-ba, ilyen Tesco gazdaságos 10 kilós aszpirin. Lehet focizni a C-vitaminnal. Meg a benzinkúton is lesz, mondták, hogy lesz ott is gyógyszer. Már látom, hogy jön majd a benzinkutas, és koleszterint megnézi. Ablakmosás beöntés. Úgyhogy reformkor lesz 100 vasutat, 10-et! És hát jutalmat kaptak a miniszterek, felajánlották egymásnak, és már Lampert Monika nem kapott, a politika kiszedt tündéje. Nem is értettem, hogy került be az első kormányba, tehát az is egy ilyen rejtély volt, hogy aztán rájöttem végül is, hogy nálam van az Avon katalógus.
Gyula, megjött a láspré. Jó a vermutra. És beszédet mondott augusztus 20-án a Mónika. Történelmi beszéd volt, mert ilyen összefüggésekbe helyezte, mondta, hogy Szent István régiópárti lenne. Csák Máté meg evázna. Károly Robert eurót akarna, az biztos. És van a Szekeres Imre, kommandante Szekeres Imre, aki nem volt katona, úgy lett honvédelmi miniszter. Hát nem biztos, hogy a velencei polgármester tud úszni. Nem várjuk-e? És ő meg vezényelt a katonáknak a Kossuth térre. Mondom, egy rossz mozdulat, és elindulnak a tankok Ausztria felé. Nem kezdem vigyázni. És itt van ez a szökevény. Nincs itt? Hát a rendőrök annyira védik, hát nézték a Astoria közepén géppisztolya, meg a plázákba. Hát én is oda mennék egyből, kijönnék, szóval... És annyit árultak, hát két óra múlva kirakták a rendőrség honlapjára egy tűzfal mögé a képét, és annyit mondtak, hogy dús szemöldökű és halkan beszél. Kiszer tűnt, de mikrofon nélkül. Nem, mert csak azért mondom, hogy kérdezte tőlem egy bulvár újságról a múltkor, hogy mit csinál nál, nél, nál? Kiszer tűnt, de egy lakatlan szigeten. Hát tutajd az. Nincs meg. Na, visszatér rendőrség. Hát volt ez a forradalom, tévéostrom, hát annyi köze volt a forradalomhoz, mint a Somló Tamásnak Fred Astaire-hez kb. De forradalom volt, és könygázzal akarták lefújni a Fradi Vékközé vezetőjét. Tehát mit vártak? Ezen nőttek fel. Úgy lett üdözte, mint a Darázsa Kemotoxot nyár végén. Ezzel akarták meglepni. És hát kezdődött a reform, már nyár elején magyarázta a... Mit csináljak? Legyek el a nyugdíjasoktól? Jó! Legyek el a járókeretet! Ugye mindig túlkörök, mit csinál? Jó, rássuk el őket! Ássuk el! Ássuk el! Ássuk el! Ássuk el! Lári, pári! És hát ő most már a nemzet osztályfőnöke. Mindig azt érzem, hogy rendkívüli osztályfőnöki óra van. Hetes holakrépe, és jó van 8. C! Akkor nem lesz faliusság. De osztálykirándulás sem. És hát lári, fári, dömdödöm, vap, 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 suma, pirgum, burgum, csavi, csavi, jasper. Valaki nem vigyázni, hogy a reformkor lesz, hogy ő akar lenni egy személybe, hát ő akar lenni a Széchenyi, Deák Ferenc és Szent István. Ez tényleg szép, de arra kéne vigyázni, hogy a Széchenyi csinált valamit, és utána bolondult meg. Ez az egyébként. Felnőtté teszi a társadalmat. Vártam, hogy kiáll majd decemberben, hogy Coca-Cola kamion elé. Nincs télapó, nincs! Ez a kurva nyuszi sincs! Azt mondja, gyerek, mennyi sokit kaptam? Lósz, a gyerek, én vettem mind! De nem foglalkozok behatóbban az összödi beszéd, de mindenki feldolgozta már, csak a kaláka nem. Tehát ajj, minden. Ilyen rösszneséget még a világban. Mindenki. Jó, hát nincs könnyű, tehát konstruktív ellenzékünk van, kétfajta munkamódszere van az ellenzéknek. Nem. Vagy ha már minden kötés szakad, akkor sem. És a Viktor, hát ő, ha rajta múlna, akkor kőpapír ollóval döntenénk el a miniszterelnökséget. És most újraírja a történelem könyveket, hát ő zavarta ki az oroszokat is, hogy csapadödő. Félrevezetnek állandóan. És hát benne maradt most ebbe a Biblia idézet. Tehát egyszer el is olvashatná a Bibliát, de csak idéz belőle, és hát ahogy Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, Gyurcsány Ferenc, mondjon le. Szent Pál írja Brüsszelnek, csökkentsétek az eszéját, csökkentsétek az eszéját. Kóka Jani kapja be, János 23:46. És hát a reformokat azért a Gyurcsány azt már nem izéből magyarázza, tehát azt nem a limuzinból, mert a kampányban még ott beszélt a Batiznak, annak van ilyen android feje. Ja, igazán büszke vagyok, az a baba kötvény. Hát mondom, arra lehet is. És mindig vártam, hogy hátrafordul a sofőr, és egy Raffaellót urál. A Viktor meg nagyon nagy formátumú politikus, le akarta darálni kisgömböcként a izét is, a Ibolyát, de hát ő tartotta magát az MDF. S, hát leveleztek egymással a sajton keresztül, hogy na. De szerintem volt egy-két telefonbetyárkodás is a konzervatív éjszakában azért. Ibolya.
Nem lenne jó, hogyha egy összetaposott kalapot találnál az ágyadba reggel. Elszáradnak a tulipánok, ibolya. Hosszú lesz az öböl átúszás. De mindig örül az ibolya végén, mint Miami-nál kubaiak. És mindezt a... Megvárom, tehát nem zavar a közönség. A kombinó zavarja az utas. Tehát egyébként menne a kombinó, csak megzavarja. Megzavarja az utas. Következő sorskérdésünk, hát a magyar foci. Figyeltem, a máltai villanyszerelők igurigázták a magyar válogatottal. Öröm foci volt. És a Petőfi Rádióban hallgattam a közvetítést, Novotny Zoltánnál pedig egy úri ember elszakadt a cérna, tehát nem bősebbit, 2-1-re vezettek a máltaiak, szóval csípje meg a kánya, bocsánat a vulgaritásért. És utána a magyarázkodás, hát a Bozsik Péter mondta a törökök elleni meccs után, hogy hát igazából nagyon sok energiánkat felemésztette a védekezés, és a törökök játszották azt a játékot, amit mi szerettünk volna. A focit tulajdonképpen. És voltak a szakkommentátorok, hát ugye így jutottak ki a magyar focisták a VB-re, Kovács Kálmán. Ha az első fél időben az a lövés bemegy, akkor gól. Na miért nem vitték ki a Korda Gyurit akkor már? 11-es, megadta! És hát volt ez a Zidane affér, hogy mit mondhatott azóta is lüktető, hát nem tudtuk megfejteni, mit mondott Materazzi Zidannak, hogy így ennyire. Hát szitta az anyját egyébként, de ezt lenyelte az idemmel profi. Szitta a nővérét, húgát, de hát ez ki ezen a szinten már kikép, és nem bírta a Materazzi, mondta, hogy úgy játszol, mint egy magyar. Kérjél Istentek a kisteletét! És ki tudna megmenteni a magyar focit, talán Gyurcsok József távgyógyító, szakállas a Budapest TV-ről, hogy tud focizni? Nem. És most? Egyébként Bucsú Szentlász, az én kis falumban is van távgyógyító, állatorvosunk, kertkapuból gyógyít. Nem fél az állatoktól, retteg. Ott a kutya! Kerítésen keresztül adja be az injekciót. És voltak, vannak ezek a tacskó kutyák, amik mindig betegek lesznek. Tehát ilyen limuzinszerű, alacsony, akikre mindig ráléptek nyáron. Ez jellemző kép. Csöpi, gyere ide, papa, hogy gyere ide. És meg van kötve az állat, és mindig vissza, gyere ide. És nagyon agresszívek ezek a kis tacskók, mint a hát Kollágy György, mikor nyilatkozik a alkotmányjogászunk. Addig kell rakni a fölött, amíg árnyék van. Tehát mindig rálépnek ezekre a szegény állatokra. És beteg lett a csöpi. Nem várták meg a kamerákat mind a győzike. Kihívták az orvost. 2 hétig injekciózta 7500 forintért. Utána már csak úgy hívták, hogy 7500 forintos kutya. És következő héten ő ütött el autóval. És ez egy parabola is lehet. Úgyhogy nehéz szabadulni Szent Lászlótól. Voltak fenn anyám még Pesten. Krokodil Dandi Budapesten. Egy Indiana Deák téren, hát beszólt volna egy BKV ellenőr, előveszi a böllérkést, az biztos. Megnéztek a Godó kávéházba, 70 perc volt csak a ráadás. Köszönöm, na, anyámat, na, milyen voltam? Kócos. És hát megnézték lakhelyemet, ahol van a főcint 2, van egy ilyen kis zöld terület Ikebana az ablak alatt, és apám, hogy megállt az ablakban, mint Ábel faterja kb. És hogy mindenhol hurcoljuk magunkkal ezt a szádlászói észjárás, hogy áll a fater, azt mondja, Tibike, sztek a szálod. Köszönöm szépen a figyelmet, bujé! A 2009. októberi bemutatóról fog következni most poszttraumás terápia keretébe feldolgozott urológiai élményeim, taglalása, illetve a kopaszodás, mint az elmúlás első jele. Én egy nyári élményemet szeretném elmondani. Voltam egy egzotikus utazáson a nyáron, 3 napot töltöttem az Uzsoki utcai urológián. Herevízsérként hirdetik a prospektusok a csomagot, úgyhogy öregszem, ezt kell elmondanom. Hát a showbizniszbe töltött évek triplán számítanak. És még kopaszodom is. Látom itt a második sorba az úr. Mióta? Én most kezdtem el kopaszodni. Ez a családi örökség egyébként. Egy budai ingatlan jobb lett volna, de át a garázs jutott. Ezt kaptam Szent Lászlóról, a kopaszodást.
De én vállalom, tehát nem akarok ez a... Az önbecsapás zsákutcájába nem akarok behajtani. Vannak ezek a lakatékárolyos, balógyörgyös vonal, akik így hátulról... próbálják megoldani, és a hátszörből nagyon nehéz megoldani a fufut. A szemöldökből nem lesz frizura, azt kell megállapítanom. Most már csak kétszer kell mennem fodrászhoz egy évbe, és abból egyszer azt mondja, hogy korai még hova jössz, hülye vagy? Szóval vállalom, nekünk voltak birkáink, a herét is folytatjuk, látom, hogy itt a női nézők már várják a herevissérvet, azt is elfogom, csak megágyazok neki a herevissérnek. Szóval kapaszodom, birkáink voltak, négy anya, egy kos, ilyen muszlim birkák voltak, és minden évben... Szóval... Minden évben kétszer jött a birkanyíró ember, ez már olyan, mint egy lengyel horrorfilm cím, a birkanyíró ember. Ő, hát a gyapjú Gedeon bácsia volt, téli és nyári kollekcióért érkezett, csak nagyon veszélyes volt az arszpolitikája, mert az volt, hogy egy birka, egy nagy fröccs. Hozzánk Csorba Laliéktól érkezett, akiknél 50 birka volt. Úgyhogy három házal előbb esett ki a piros barburból, amit ő vezetett. De már ilyen néptáncosként. Hol vannak azok az állatok? Mondom, apu biztos, hogy most van itt a mester, olyan kezelve meg kell csókolni, megcsináljuk, nem számít. Apám még így metszik a fákat is, meg kell a pálinkába. Reggel 7-kor megérkezik Jenő a böllér. Muslinca Glória. Van a Bermuda nadrág, van ez a testalkat, akit mindig lecsúszik egy kicsit, itt van ez a... fenékvágad, vagy far grand canyon, nem tudom, hogy anatómiai leget. Hogy kell mondani. Hawaiing megkötve hason, ezerféle színű Hawaiing, olyan, hogyha elmenne benne a Rióba a karnevára, ne feltűnösködjél, ez már túlzás, tényleg nem kéne. És elkezdenek metszeni, 11-ig nincs náluk metszóló, de már reggel 9-kor Zorba táncot járnak az udvar közepén. Az arányokra nem esik szó, de annyira gondterheltek, mint egy NASA projekten dolgoznának. Megcsípjük, nem kell. Megcsípjük, Tibet, pici, megcsípjük. Karatekölyök. Megcsípjük, ne. És a végén ekkora kis körtefák maradnak, amit már zsebben haza lehetne vinni. Úgy néz ki az udvar, mint egy terepasztal. Mindent lenyírnak. Jenő elterül, mint Alföldön a furuljaszó. Kérdőre mondjuk, hogy Jenő, mit csináltál? TV, bonsai. Így jött a birkanyíró ember is. Hát mégse lufi borotvárásról van szó. Szóval csináljuk meg, apu, megcsinálták sötétbe a birkanyírást. Másnap reggel derült ki, hogy punk's not dead. A punkok nem haltak meg, mert voltak punk birkák, emo-s birkák, kozsós birkák, volt egy skinhead emo, Bundesliga frizurás, kleopátrás, indiánok, mindenféle volt. Kozsós pánkok, mindenki volt. És azt hagyja, hogy megnyírták a puli kutyát, mert benne volt a pakliba. De hogy apámat a kötött pulóverbe miért kellett, azóta se értjük. És a Warburg szőrkormányára ment még rá a mester, amit hazafelé tartott. Úgyhogy próbálom megoldani. Na akkor a visszatérve közszolgálatilag a herékről kell pár szót ejtenem. Az egyik valamennyivel nagyobb. Hát ez nem ismeretlen a történelemből. Goethe és Schiller, Bartók és Kodály, van ez a Batman és Robin, Nils Forgeson és a Hörcsök, de mikor kialakul egy ilyen Bud Spencer, Terence Hill arány, és kialakult, akkor el kell menni az ambulanciára. Hát mondom, doktor úr, itt van Stan és Pan. Ahogy Asterix és Obelix, mit lehetne tenni? Mondta, hogy ezt meg kell műteni, mert ha nem foglalkozunk fel, akkor olyan lesz, mintha mindig nálam lenne a torna cuccom. Mondta, semmi nem, csak megnyitjuk a herezacskót. De ki lehet bírni egyébként rutin műtét? A látogatókat nehezebb elviselni a kórházba, mert jön egyrészt anyám, a keresztről levet Krisztusként visz körbe piétába, hogy szegény fiam, nem lesz, mint meghaltál, nem lesz, tudok, a kéz véged van, nem számít, véged van. És jönnek a haverok, a másik véglet. Van kerék az ágyon, kurva jobb, toljuk már ki!
Infúziót iszol, hülye vagy, bazzik? 2 liter bort ittak meg az ágyam szélébe, hogy fájjon. Hát mindegy, megműtöttek, altatás volt, tehát a TB volt a dílerem egy napig. Ingyen drog. Haveromat kérdezték állásinterjún, hogy kipróbált-e már valamilyen kábítószert. Mennyi kell? Megműtöttek, felébredtem az altatás után. Egy cuccmenzorban voltam, úgy néztem ki, mint Marilyn Manson, csak fehérbe egy ilyen. Lenéztem a műtéti területre. Van egy film, újra szól a hatlövetű. Nem ez jutott eszembe először valahogy. Búcsú a fegyverektől. Fáj az Isten troncsokba látni, letészem a lantot, egy családregény vége. És egyébként is érzékeny a terület, de hát műtét után én 3 napig azt is megéreztem, hogyha Bakson műszakváltás volt az atomerőműben. Csak rá gondolt, jöttek minden reggel az urológusok herekonziliumra, mint a kutyaszorítóban elején, ahogy jönnek a genszerek, ezek egy fehérbe érkezett 6 urológus. Fölém hajoltak, és én nem értem az autószerelőket és a mesterembereket sem. Ezek ugyanazt mondják az urológusok, csak latinul. Hogy állnak ott a műszerfal, vagy a motorháztető fölött, ott a gardán, nem kell bántani a gyertyát, a csapágyaknál volt valami, nem lesz probléma. És mikor szedi a varratokat a doktor úr, és fogja a tarsolyt, amit Unkász is csak az utolsó pillanatban mutatott volna meg az utolsó mohikán, és próbálja elterelni a figyelmet, hogy ne arra figyelj, hogy nagyon fáj, akkor egy szabály van, hogy az egészségügyi reformot nem szabad felvetni, mert és annyira benne voltam ebbe, hogy doktor úr, vizet, vizsgálat, múltkor összefutottunk a 6-os villamosról, hogy vagyunk, meg össze-vissza, jó vagyunk, és ott helyben letoltam a gatyámat. Annyira benne voltam. És hogy happy end legyen a vége, újra szól a hatlövetű. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! Már csak a finálé van hátra. A 2010-es szilveszteri adásból fog következni egy bejátszás. Én köszönöm figyelmüket, köszönöm a szakvezetésnek a bizalmat, amit továbbra is további gólokkal igyekszem majd meghálálni. Önöknek jó nyarat, és köszönöm eddigi figyelmüket. 2010-ben választások lesznek, nem tudom melyik csapattal kezdjük az étlapról, mert nagyon pazar étlapunk lesz jövőre a választásokon. Lesz ez az örök mosolyasszonya, a jobbikosok óvónénie. Ő mindig mosolyog a Krisztina, mint a Szántó Dávid a Telesportban, a Füli. A Füli az mindig örül, bármi van, 6 óra kikapunk a selejtezőkbe a döglött fókáktól, mert már csak azok ellen van esélyünk. Aztán jön a másik kedvencem, az időjós gyerek, a tájszólásos. Neki már járna egy cimbaló, meg egy hegedű szerintem, mert... Köcitálás, onos eső. Szóval népszerű a Jobbik vidéken és a Family Frost. Ők nagyon népszerűek. Koalíciót fognak kötni, lesz majd ilyen vaníliás Nagy Magyarország, epercitrom, árpácsláv, vasalvertes nyalóke és sovinizmus 4 ízve, ebbe fognak indulni. De ők abban nagyok, hogy amíg a pártelit, ilyen komoly közéleti kabaré lesz ma, a pártelit, mindjárt nő majd ilyen fülszőröm is, mint a politológusoknak. Amíg a pártelit a húsos fazékban turkált, addig a Jobbik az intézményesítette a hőbörgést. Tehát ebben nagyon jó, hogy gazdasági program. De történtek idén jó dolgok is, bemutatták az új Tarantino filmet, a Becstelen Brigantikat. Ez nem az MSZP-ről szól, ez egy másik társaság. Nagyon jó film, egyébként többször meg kell nézni, kinyírják a Hitlert. Én a Tarantinónak a Pár utcai fiúk forgatókönyvét adnám oda, mert nem mindegy, hogy milyen rendező, milyen forgatókönyvvel dolgoz fel. Paul Street Boys by Quentin fucking Tarantino. Van nálatok 2 kiló gittem, nigger. A másik ötletem, mindig sírnak a filmrendezők, hogy mennyi pénzből készült el a nagyon milyen film, és én a költségvetés cserét támogatnám, tehát Jurassic Park, Star Wars költségvetéséből a Tüskevárat újra gondolni. Látja, tudta jó.
Ott a dinók és az űrhajók mögött fészkel a káró katona. A Bajnairól nem sokat tudok mondani, mert ő csendes, visszafogottabb, mint volt elődje. Nem nagyon lehet róla hallani, de hát a profik halkan rámolják ki a cuccot. Ez ilyen közéleti kabaré lesz. Nem öregszik az MSZP, most van ez a Torreador gyerek, aki levágatta most a bajszát. Olyan, mint egy úttörő, aki megnyerte a jutalomutazást Csernobilba, és így áll a... Nem öregszerek, csak Lendvai Ildikó még ismerte Marxot, mikor nem volt borostája sem. A Marxnak se ez, a nagyon régi kapcsolat ez. És korrupció ellenes csomagot állított össze az MSZP, korrupció ellenes csomagot. Ez olyan, mint Kelemen Anna Őrizzük meg szüzességünket című DVD-je, illetve Stadler Józsi Adózzunk többet. Tanácsok kezdő adózóknak című bestsellere. Néztük a csuszlágügy tárgyalását nagymamámmal. Ő úgy mondja csuszlágügy, mert csuszlág, mert drága volt a fogsora, és nem kockáztat, egyszerűsít. Szóval nézzük a csuszlágügyet. Szóval nagymamám, ez a csuszlág, hát a szülei nem szóltak neki, hogy ne csinálja. Mama, hát nem így van. Egyébként is ebihal volt ő a bánák között. Tehát az volt a probléma, hogy mint a kaszinóban, hogy cuslág megsápolta a sápot. Amit már elloptak, abba belelopott. A kaszinóról jut eszembe, remélem tudják követni szabad asszociációm im vékony pókfonalát. Nálunk kétfajta kutya van vidéken, Szent László, vannak a farkas kutyák, Cézár. Az azért Cézár, mert a kollektív tudattalamban benne van, hogy Cézár császár volt, és most mi parancsolunk a Cézárnak? Cézár ül? Ha-ha. Ül a Cézár, ül a Cézár, oda néz, illetve vannak a sperma küvéből. Előállított. Egy íti, egy róka, egy tacskó. És egy kis Rogán Antal ez a... limuzin testű állat csöpi. Nyúlik a kanyarba, mint a Warburg, ilyen földszintes állat, limuzin testű, csöpi. És olyan, mint a Joe Pesci a kaszinóban. Mert nincs veszélyérzete, rámegy a Commodore-ra, nem érdekli, mert a tacskó hardware mögött egy Doberman szoftver izzi. Láttam egy ilyen kutyaviadat, Csöpi versus Commodore, nagyapám nézi. Ugye ő ritkán szól meg, mert meggondolja, hogy mit mondjon, és van úgy, hogy két mondat között rendeznek olimpiát is. Nézi Csöpiéket, kutyaviadal. A Csöpi az már így lebegett, mint Csár Simonyi az űrben a Commodore szájába. Mire nagyapám? Csöpiká. Elrázd. Ültünk Badacsonyban a soron, borozgatánk Pepével, és jött egy nagyon felszabadult család. Szerintem akkor rúgták ki az apukát a BKV-tól, mert mindenhonnét pénz folyt belőlük. És rosszakodott a kisgyerek, mondta neki az apukája, Petike, ha nem hagyod abba, visszazárlak a jaktba! Hát ez az a fajta sanyarú gyerekkor, mikor golfütővel ütnek, ha nem eszed meg a lazacot. Nem könnyű volt ez a globális felmelegedés konferencia. Hát mint hogyha a globális falu, Marshall McLuhan elmélete. Hogyha a globális falu van, akkor szerintem az Obama a polgi. Putyin a tüzépes, ezen a falu vége legalábbis. Csak nála van PB palac, ezek vásolni. És nem írták alá a Kyoto jegyezményt. Amerika se, Kína se, de még mi sem mondjuk, de hát hogyha állunk egy liftben, ahol két King Kong fingik mellettünk, akkor... Az, hogy mi nem ettünk hagymát, nem sokat dob a hangulaton szerintem. De majd jövő, épül-szépül az ország egyébként, csak az a helyzet, magyarban van három igeidő, illetve építkezéseken, állami megrendeléseknél, Margit hídnál, négyes metronál, van még plusz kettő. Van ez a távoli jövő, pikpak meg lesz, pikpak meg lesz, pikpak meg lesz, pikpak meg lesz, és a befejezetlen múlt. Csináljuk, 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 kész van, csináljuk, 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 kész van. De majd jövőre jön Orbán Viktor. A keresztényi szeretet fogja beragyogni a Kárpát-medencét. Fékézzel megemeli a GDP-t. A másikkal megduplázza az átlag életkort, a harmadikkal kölcsönt ad az IMF-nek. Fehérre festik az overdose-t, és azon fog bevonulni.
az Overdose-nak eljátszották a himnuszt, angol írt Elivér. Hát annyit értett belőle, mint a Bajnai Gordon az Internacionáléból, mert az tele volt neki idegen szavakkal, hogy éhes, proletár. Ez egy ilyen baloldali párt állítólag, és azért, hogy nem értette ezt teljesen. Solyom László meg ott hibázott, hogy átment gyalog Szlovákiába, hogy a hídon akart átmenni. Ott úgy kell átcsempészni, mint a heroin, tehát nem szabad így benzintankba, csomagtartóba, kárpitalába kell tenni. És akkor lesznek majd ilyen hírek, hogy szlovák határőrök 70 kg köztársasági elnököt foglaltak. A kárpitalól előkerül továbbá 4 darab államtitkár és egy külügyminiszter. És többféle összeesküvés elmélet van, hogy működik a magyar közélet, mert új pagány tendenciák vannak, mindenben hiszünk. Szerintem én 4-et vázolnék fel, hogy működik a magyar közélet. Vagy az van, hogy Budázi Györgyöt az MSZP találta ki, és román véren kokárdán nevelték fel a kazamatákban, néha így kiengedik, hogy provokáljon, vagy Budázi György nevelte fel Lendvai Ildikót Spiden, Marxon és Szegfűn, vagy Izrael pénzeli a Fidesz, hogy pénzelje az MSZP-t, hogy pénzelje a Torockait, aki a New Yorki szabadkoműves páholy irányít, ürgebőrbe vart békeemberek, adják át neki a H1N1-be ültetett csippeket egy csőszkunyhóba Tisza Eszláron. Elviszél. Vagy mi pénzeljük az összes gyökeret, ezt tudom még elkezdeni. De erre az újpogány tendenciára, erre kidolgoztunk Bandi bácsival a kocsmába, mert lejárok körül kell nézni, és motivumot gyűjtök. Senki nem inni jön egyébként a kocsmába, mindig van ilyen fedő tevékenység, hogy miért jönnek le. Csak azért jöttem, mert akartam beszélni a Jóskával, mondta, hogy le lesz délután. Azért jöttem le délelőtt, nehogy elkerüljük egymást, mert mondta, hogy lejövök. És Bandi bácsi egy műszaki érdeklődésű ember, jelenleg 18 szokor rádióval hallgat minket. Fáziszeruzában végződik a keze, amper folyik az ereiben, és azt mondta, hogy nem az a kérdés, vannak-e földön kívüliek meg csészealjak, van-e hozzá kapcsolási rajz? Erről belenézne! Mindig jön le a mackó melegítős Szókratész, aj! Mi az idő? A Bandi bácsi záróra. Nem! Mi az idő? A tér negyedik dimenziója? Szerintem a történelem az egy nagy spirál! Minden újra megismétlődik. Tibikének még egy sört. Bandi bácsi vett egy Trabantot 3890 forintért, mert annyi benzin volt benne. És jött át hozzák délelőtt gyalog. A Bandi bá, hogy nem Trabanttal. Hát tudod, siettem. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok!